Az október 23-ai városi ünnepséget láthatják a következőkben. Sík Sándor, áldott, aki előre néz. Akszót beszélek, megtanult. Ha még oly szép is volt a múlt, s az emlék édes, mint a méz, vissza ne néz. Ha még úgy el is kérgedett, az eke szarván két kezed, ki hátra fordul, rég tudod, az átkozott. Áldott, aki előre néz, szellő szemedbe fütyörész, forró a föld, piros a menny, előre menj! Míg a jövendőnek bírod, szögezni márvány homlokod, nincs addig darvadozni mért, mi jön, ne kérd. Régi bölcsesség, ami vár, réges-régen megírva már, szíved piros redőiben, de nem pihen. A rejtelmes redők alatt ízik az élő gondolat, és amely öröktől örökig munkálkodik. Eredj és tárt szívvel fogadd, amit diktál a pillanat. Cselekedd, ami rajtad áll. Nincsen halál. Tisztelt ünneplő közösség! Szeretettel köszöntünk mindenkit 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulóján megrendezett Kistelekváros ünnepén. 1956. október 23-án Magyarország népe megkezdte forradalmát, a sztálinista terror és szabadságharcot folytatott a szovjet megszállás ellen. Mindez a budapesti diákok egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött, és a fegyveres felkelők ellenállásának szovjet tankok általi felmorzsolásával fejeződött be november 11-én. 20 nap küzdelem, 20 nap remény, 20 nap szabadság. Az október 23-i budapesti tömegtüntetés, a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkelésé nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a több pártrendszer visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásának megkezdéséhez vezetett. November első napjaiban
a Nagy Imre által vezetett új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval, a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói szerződésből való kilépésről és az ország semlegességéről. A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak hazánk ellen. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt ország 20 napon át folytatott hősi forradalma így végül elbukott. A harcokban 2652 magyar állampolgár esett el. A forradalom résztvevői tömegesen bebörtönözték, majd kivégezték. A forradalom következményeként 200 ezer magyar honfitársunk hagyta el hazánkat. 1956 a magyar nép számára dicsőséges bukás volt, amely egyrészt az idők során hozzájárult az elnyomás enyhítéséhez, másrészt erőt adott az alávetettség elviseléséhez, és olyan nemzetközi elismerést szerzett hazánknak, amilyenben az 1848-as forradalom óta nem volt részünk. Tiszteljük és becsüljük meg azokat az embereket, akik ebben a dicsőséges harcban életük feláldozásával visszaszerezték nekünk a szabadságot, és példát adtak nekünk, mit jelent magyarnak lenni, mit jelent hazánkat igazán szeretni. A hősök értünk haltak, jár nekik a tisztelet, erre kötelez a lelki ismeret. Magyarok voltak, mi is magyarok vagyunk, értünk küzdöttek, ahogy a költő is mondja, magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem, magyar nótát dalolt a dajka felettem, magyarul tanított imádkozni anyám, és szeretni téged, gyönyörű szép hazám. Lerajzolt a képed szívem közepébe, beírta nevedet a lelkem mélyébe. Áldja meg az Isten a keze vonását. Áldja meg a magyarok hazáját. Szélese világnak fénye, gazdagsága el nem csábít innen idegen országba. Aki magyar, nem tud sehol boldog lenni. Szép Magyarországot nem pótolja semmi. Magyarnak születtem, magyar is maradok. A hazáért élek, s ha kell, meg is halok. Ringó bölcsöm fáját, magyar föld teremtett, koporsom fáját is, magyar föld növelje.
Csongrád-Csenád megyei Napsugár otthon idősek napi ünnepségén felléptek az intézmény dolgozói és a művészeti iskola növendékei is. Ezt tekinthetik meg a következőkben. Szervusz, Mori. Szervusz, Rozi. Mit csinálsz? Mit nézegetek el? Hát, nézegetek ezt-ost. Kerestelek ám telefonon, de nem vettek fel. Hát nem, biztos nem hallottam. Gyere már, üljél már le, ott beszélgessünk. Hát mégis mondnám meg, hogy mit nézeget el. Jaj, nem mutatom neked. Most vettem az okos telefont az utcasarba. Azt mondták, hogy ez a legmodellebb érintő képernyő. Te. Lehet, hogy ez okos, de én még nem vagyok hozzá elég okos, mert akárhogy érintőm, nem működik. Hát, beletetted a gátyát. Az is kő hozzá. Magyar vagy francia? Jaj, de hogy az olyan kicsi, amivel működik a telefon. Na, hadd nézzem már meg, hogy milyen. Ó! Jaj, tényleg felcsapta. Ez egy tablet. Akkor ez okosabb? Hogy nem volna okosabb? Hát én sem menjetek hozzá, de... Jaj... Ajaj... Olyan, ez egy gyereknek való. Tudom, ez gyereknek való.
Játék? Igen. Hát nem mond már. Dehogy mondom, dehogy mondom. Akkor hagyjuk az egészet. Beszélgessünk másról. Te nálam milyen újság? Hát én nálam... Én kaptam egy szobainast. Egy szobainast? Hát nem mond már. Már van egy kertészed, aki leírja a füvet, rendbe rakja a kertőt, ott most már még szobainalasod is van. Ott hol volt az? Hát a szobában az ágyam mellé. Hát ti tudod, hogy kö? Ott, közel, ott legyen az ágyam mellett, ahol már lefekszem. Aha. Azt mikor leülök az ágyam szélére, levesztem a blúzomat, a szoknyámat, a harisnyámat, azt ráköszönöm. Hát aztán? Hát azután gyorsan felveszem a hálóinget. Jaj, nem vagy te előtt fényelős? Hogy mesztelenködni? Én nem mesztelenködök. Hát mindjárt felveszem a hálóinget, az gyorsan bebújjuk a dunna alá. Úgy csinálok. Hey, de nagyon tudod, hogy mit csinálok. És aztán? Jaj, de már olyan kíváncsi vagyok! Hát aztán, ha sokáig forgolodok jobbra-balra, beveszem egy szem, haltatom. Haltatom. Hát akkor minek van a szobainak? Az mit csinál? Hát az ott áll az ágyam mellett. Azt nem mindig az ágyam? Jaj, menjél már, az ágyamba! Az ágyamba? Hát oda-oda! Tudod egy kicsit ezt is, azt is, azt is. Jaj, te Bori, úgy csinálsz, mintha nem tudnád, hogy a szobainas az egy ruhaakasztó fogas. Micsoda? Ezt nem gondoltam. Hát te, Rozi, én nekem is lesz egy szobainasom, de az igazi lesz áll. Majd legyen hozzá szerencsét. No, jó van, én megyök. Nagyon sok dolgom van. Szervusz! Szervusz, gyere máskó is! Majd jövök legközelebb is! Thank you.
Szürke és a három kívánság című mesét hallhatják Kovács Erzsébet előadásában. A szürke. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, az óperenciás tengeren innét, volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek semmi egyebe nem volt a világon, csak egy szürke lova. Azzal minden nap eljárt száraz malomba őrölni. Úgy éldegélt egyik napról a másikra. Hát egy esztendőig, kettőig ment, ahogy ment a dolog, hanem egyszer a szürke megunta, hogy mindig csak egyedül járjon, s mondta a gazdájának: gazduram, szerezzen nekem társat, mert ha nem, kifogy belőlem. Ó, édes szürkém, mondotta a szegény ember, szereznék én jó szívvel, de honnét s mivel, mikor egy árva garasom sincs. No, ha nincs, mondotta a szürke, eresszen el, majd kerítek én magamnak társat. Jól van, a szegény ember beleegyezett, a szürke elindult, ment, mendegélt, hetet hét ország ellen. Addig ment, mendegélt, míg a rengeteg erdőbe egy rókalyukhoz nem ért. Ottan szépen leheveredett a lyuk előtt, behunyta a szemét, mintha meg volna dögölve. A lyukban egy öreg róka lakott három fiával. Mondja az öreg a legkisebb fiának: eredj, fiam, láss egy kicsit te is a világba, hozd már te is valamit, hadd lám, mit tudsz. Elindult a kis róka, de a lyuknál visszafordult, s mondja az anyjának: jaj, lelkem, anyám, nem lehet kimenni, mert a hó befújta a lyukat. Mit beszélsz, te bolond, mondta az öreg róka, hiszen meleg nyár van. Hát, ha nem hiszi, nézze meg, édesanyám. Eredj, mondja a róka a középső fiának, nézd meg, igaza van az öcsédnek. Megy a középső fiú, de mindjárt visszafordult az is. Bizony igaz, édesanyám, igaza van az öcsémnek, akkora hó van a házunk előtt, hogy nem lehet kimenni. Küldi az öreg róka legidősebb fiát, nézze meg az is, de az is csak azzal jön vissza, hogy bizony nem lehet kimenni, nyár ide, nyár oda, nagy hó esett. Na, megnézem magam, mondja az öreg róka, hát bezzeg, hogy nem hó volt a házuk előtt, hanem a szürke ló feküdt ott. Na, most mit csináljanak? El kellett, hogy húzzák ezt a dögöt, mert különben nem tudnak kijárni. Szólítja három fiát, belekapaszkodnak a lóba négyen, rángatják, cibálják, de nem tudják elhúzni, hanem az öreg róka nagy nehezen mégiscsak kibújt a lyukon, s szalad a farkas komához. Hely, lelkem, komám, jöjjön csak! Egy döglött ló van a házam előtt, kennek adom, vigyel! Szalad a farkas nagy örömmel, hát csak ugyanott feküdt a ló. Próbáljuk húzni, nem bírják. Hely, hely, mondja a farkas, hogy lehetne elhúzni, róka koma? Tudom én, mondja a róka, a kent farkát a ló farkához kötöm, úgy elhúzatja. Bizony jó lesz, mondja a farkas, mégis van-e szekennek, róka koma? Azzal a róka jó erősen összekötötte a ló farkát a farkaséval, a farkas elkezdi húzni, de meg sem tudja mozdítani, pedig úgy erőlködött, hogy majd belé szakadt. Hiszen a szürkének sem kellett több, úccu, felszökött, szaladt a farkassal, hegyen, völgyön által, erdőn, mezőn keresztül, meg sem állott hazáig. No, gazduram, hoztam társat! Hely, megörült a szegény ember, bunkós bottal jó fejbe vágta a farkast, lenyúzta a bőrét, eladta, s az árán társat vett a szürkének. Most már jobban megy a munka. Ha a szürkének társa nem akadt volna, az én mesém is tovább tartott volna. A három kívánság. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy szegény ember, annak felesége.
Fiatalok voltak mind a ketten, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokszor összeperlekedtek. Egyszer egy este az asszony tüzet rak. Gondolja magába, mire az ura hazajön, főz valami vacsorát, de bizony nem volt miből. Még a víz föl sem forrott, jön haza a gazda, s mondja a feleségének nagy örömmel. Hely, feleség, ha tudnád, mi történt, vége a nagy szegénységnek, lesz ezután minden, amit szemünk, szájunk éván. Ugyan ne tréfáljon kent, mondta az asszony, talán bizony kincset tanált. Meghiszem azt, hallgass csak ide, amint jövök az erdőből, mit látok az út közepén. Belerekedt a nagy sárba egy kicsi, aranyos kocsi, a kocsi előtt két mókus, és a kocsiban ült szép asszony, amilyet még a világ életemben nem láttam. Bizonyos tündér lehetett, mondja nekem, ez a tündér. Te jó ember, segíts ki a sárból, s bizony nem bánod meg. Hát én hogy ne segíteném, mondtam én, azzal megfogtam az aranyos kocsit, asszonyostul, mókusostul kikaptam a sárból. Akkor aztán töviről hegyire kikérdezett engem, van-e feleségem? Mondtam én, van bizony. Gazdag vagyok-e? Mondtam én, bízén szegény vagyok, mint a templom egere. Na bizony, ha szegény vagy, mondd meg otthon a feleségednek, hogy kívánjon három dolgot, akármit, s mind három kívánsága azonnal teljesül. Hallá-e, mondta az asszony, ne tréfáljon, mert nincs kedvem tréfára. Jól van, jól, hát próbáld meg, kívánj valamit. Hát jól van, kívánok. Ó, Uram Istenem, bárcsak egy rőfös kolbász kerülne ide. Abba a szempillantásba a kéményből leereszkedett egy nagy lábos, s a lábosba egy rőfös kolbász volt, szépen összetekeredve. Látod, hogy igazam volt? Mondta a szegény ember. Hanem most már valami okosabbat kívánjunk, mert látod, hogy teljesedik. Szegény ember elévette a pipáját, még volt egy kicsi dohánya, teletömte. Gondolta, ha pipára gyújt, majd valami okosabb jut eszébe. Benyúlt a tűzbe, hogy szenet vegyen ki a pipájára, de olyan ügyetlenül talált belenyúlni, hogy a lábos felborult, s a kolbász kifordult a hamuba. Fölpattan az asszony, elkezd lármázni. Jaj, de ügyetlen kent, bárcsak az órára nőne ez a kolbász. És ahogy ezt kimondtam, már ott is lógott az urának az órán a rőfös kolbász. Úgy odaforrott, hogy azt szépszerűen levenni nem lehet. Hely, Uram, teremtőm, megszomorodtak mind a ketten. Most már mit csináljanak, mit kívánjanak harmadiknak? Mondja az ember. Előbb ezt a kolbászt vegyük le. Próbálja az asszony, nem tudja levenni. Hát bizony, ezt le kell venni, mondja az asszony. Egy kicsit az orrából lecsippentünk, nem olyan nagy baj az. De már azt nem engedem. Bizony, ha nem, akkor járjon kend a kóbásza. De már azt nem teszem, hogy az egész világ csúfja legyek. Istenem, Istenem, mit tudjanak csinálni? Tudod mit, asszony? Mondja az ember. Kívánd azt, hogy a kolbász essék le az orromról. Mit gondol, kent, hiszen a harmadik kívánság lenne, pedig én mi minden jót akartam kívánni, sok ökröt, lovat, sok földet, szép házat, s meg mindent. Már hiába, feleség, én ilyen bajússzal nem járok. Hamar kívánt, hogy a kóbász essék le az orromról. Mit volt, mit tenni? A szegény asszony mégiscsak azt kívánta, hogy az ura óráru essék le a kolbászt, mikor aztán leesett, a hamut szépen lemosta róla. Úgy megették,
leültek, hogy egy falat nem maradt belőle. Evést közben szépen megbékültek, s többet a szegénység miatt nem veszekedtek, hanem dolgoztak sokat-sokat. Lett aztán ökör, ló, lett föld is, lett szép ház is. Még ma is élnek, ha meg nem haltak. A Sajt és Gasztronómiai Fesztiválon fellépett a Kisteleki Citer zenekar is. Az ő műsorukat láthatják a következőkben. 1973-ban alakult, 1975-ben csatlakozott hozzá a Pávakör. A zenekart 40 évig Rácz Imre bácsi vezette, halála után 2013-ban Vignél Locskai Krisztina vette át. Rendszeresen részt vesznek népzenei találkozókon a megyében. Szívesen eleget tesznek minden meghívásnak, rendszerint szerepelnek helyi rendezvényeken. Műsoraikat igyekeznek szórakoztatóvá, változatossá tenni. Kedvelik a harmonizált népzenét, szeretnek tanulni, ezért minden évben oktató táborban vesznek részt. Fogadják őket nagyon-nagyon sok szeretettel.